Mint mindenki számára ismeretes, a kormány október végén kormányrendeletben tette kötelezővé az állami szektor több cégénél, több szakágánál a kötelező oltást, mely sajnos most már egészen abba a fázisba érkezett amikor láthatjuk, hogy milyen problémákhoz fog vezetni ez a későbbiekben Magyarországon, hiszen a december 15-i határidő lejárt, ami végső határidőként volt felállítva a munkavállalók számára, eddig kellett volna ugyanis az első oltást felvenniük, de láthatjuk, hogy nagyon sokan kitartanak, nagyon sokan nem engednek a zsarolásnak, a kényszerítésnek, és azt is látjuk, hogy már most milyen problémákhoz fog ez vezetni. A pedagógusok szakszervezetének az elnöke 5-10 ezer olyan pedagógusról beszélt, aki nem hajlandó felvenni a kötelező oltást, ezért ők januárban már kieshetnek a rendszerből, eszméletlen nagy problémát okozva ezzel az oktatási ügyben, hiszen egész egyszerűen nem lesz, aki helyettesítse ezeket a pedagógusokat, nem lesz, aki betöltse az ő helyüket, tehát ez az oktatási rendszer azonnali összeomlásához is vezethet, arról már nem is beszélve, hogy a gyermekek hogyan élhetik ezt meg tanév kellős közepén. De más szakágokban sem jobb a helyzet, hiszen a katasztrófa védelemnél, a rendvédelemnél és a büntetéségrehajtásnál is 60-70% az átoltottság, tehát több tízezer embert érint még itt is, hiszen az egész állomány 36 ezer fő, tehát azt jelenti, hogy több mint 10 ezer ember az, aki kitartott az utolsó pillanatig, és nem szeretné felvenni ezt a kötelező jellegű oltást. Nekik nem marad más hátra, mint január 31-e után fizetés nélküli szabadságra kell kényszerülniük. Ami egészen abszurd, hiszen eddig fizetés nélküli szabadságra csak is a munkavállaló kérése után lehetett elmenni, most viszont a munkáltató kényszeríti erre a munkavállalókat, azokat a munkavállalókat, akik tudnak és akarnak is dolgozni, mégis egy év fizetés nélküli szabadságra kényszerülnek, ráadásul a társadalombiztosítási járulékokat is saját maguk után kell fizetni, hiszen ezt a cég nem teszi meg helyettük. Az is egészen elképesztő, hogy közben leszerelési stoppot hirdettek meg ugyanezeknél a szakágoknál, ami azt jelenti, hogy a pályát sem hagyhatja el, a statisztikai állományt azt erősíti, de aktívan nem tud részt venni sem a feladatellátásban, sem pedig a saját fenntartásában és a családjának az eltartásában. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként, mely oltás kritikus, kéri a kormány, sőt követeli, hogy azonnali hatállyal helyezze hatályon kívül ezt a kormányrendeletet, és vessen véget végre ennek az őrületnek, hiszen magyar családok tízezreit sodorja veszélybe, arról nem beszélve, hogy a feladatellátás megszűnését, vagy totális összeomlását is eredményezheti ez az adott szakágokban. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom nem áll meg, múlt héten több vidéki nagyvárosban tartottunk tüntetést, ezen a hétvégén is négy vidéki nagyvárosban fogunk tüntetni, Azért, hogy a kormány fejezze be a zsarolást és a kényszerítést, hagyja abba a kötelező oltás erőltetését, és végre vegye számba azt, hogyha ezzel nem fog leállni, hogyha ezt nem fogja abba hagyni, akkor Magyarország működésképtelenné fog válni.